Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Október végén a parlamentben tartotta ülését a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a fórumon pedig részt vett Östör Anna Mára is Székesfehérvár egészségügyi és sporttanácsnoka, aki egyébként az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségének a küldöttjeként tagja is a testületnek, a szakmai testületnek. Ez a beszélgetésünk apropója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Mit kell tudni egyáltalán erről a grémiumról? Mióta is működik ez a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács? Szép hosszú neve van, az már biztos. 10 éve alakult ez a tanács, az országgyűlés keretein belül működik. Mindenkori elnöke a házelnök, jelen esetben most Kövér László, és azért jött létre, hogy felügyelje valaki a jövő nemzedék érdekeit. Az ő érdekükben és a rendelkezésünkre álló források észszerű felhasználása érdekében jött létre ez a tanács. Hiszen az a cél, hogy ezekben a kérdésekben, mint a fenntartható fejlődés, a Magyarország, a nemzet azért egyetértsen. Mit kell tudni egyébként, hogyan kapcsolódik mindehhez az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége? A fenntartható fejlődés az egy kicsit tágabb értelmezés. A köznapi életben ezt a fogalmat általában akkor használjuk, amikor a szelektív hulladékgyűjtésről van szó, vagy mostanában nagyon divatos az elektromos autó. Áder Jánosnak köszönhetően a vízgazdálkodás kérdéseiről azt hiszem, hogy Magyarországon már mindenki hallott. Azonban ez egy sokkal összetettebb dolog, és sokkal több területet foglal magába. Azt mondhatnám, hogy szinte az élet valamennyi területét magába foglalja. Ezért van szükség egy olyan grémiumra, ahol részt vesznek például a politikai szervezetek részéről, társadalmi szervezetek, komoly tudósok, az MTA tudósai, például Nárai Szabó Gábor ül ebben a tanácsban, különböző kamarai képviseletek, tehát mindazok, akik ebben a kérdésben szakértelmükkel, véleményükkel tudnak segíteni. Az Egészséges Városok egy társadalmi szervezet, amelyik szintén részt vesz ebben a munkában. Én azt hiszem, hogy ez a szövetségünk komoly elismerése. Elismerése annak a munkának, amit immár 30 éve végez Magyarországon. Milyen összefüggés van akkor ennek fényében a fenntartható fejlődés és az egészség között? A fenntartható fejlődés a 4 rendelkezésünkre álló forrást vizsgálja. Ebből ugye, ami a legközismertebb, ezek a természeti erőforrások. A rendelkezésünkre álló ásványi anyagok, energiahordozók, nem újra termelhető energiahordozók, az ezekkel való gazdálkodás, a talajvédelme, a termőtalaj területének megőrzése. Azt hiszem, ezek a természeti erőforrások, akik úgy mindenki számára azonnal beugranak. Ezen kívül talán az egészséges városok számára elsődleges a humán erőforrás megőrzése. Ez azt jelenti, hogy megfelelő számú népesség minél jobb egészségben és harmóniában, boldogságban éljen ezen a földön. Ez itt kapcsolódik össze az egészséggel és a jóléttel, amit képvisel az Egészséges Városok Szövetsége. Tehát, hogyha jól értem, akkor gyakorlatilag a tanácsban többféle alapelv mentén nézik ezt a fenntartható fejlődést. Van mondjuk valahány számú alapelv? Igen, ebből már 2 említettünk, a természeti és a humán erőforrást. Ezen kívül a társadalmi erőforrásokat említhetném, hiszen valamennyien egy közösségben élünk. Mi tehetünk arról, hogy hogyan irányítjuk a fejlődésünket, hogy milyen irányba visszük az emberiség fejlődését. Tehát ehhez a társadalmi erőforráshoz hozzátartozik például a tudás. Az, hogy milyen tudást adunk át, milyen az oktatási rendszerünk, milyen intézmények állnak rendelkezésre. És az sem mindegy, hogy mit oktatunk. Hozzátartozik ezekhez a forrásokhoz nagyon például hagyományaink megőrzése,
a régi viselkedésformák megőrzése. Összefoglalva talán azt lehet mondani, hogy a társadalmi erőforrások feladata, hogy a fenntartható fejlődés irányába terelje az emberiség kultúráját. A negyedik pedig a gazdasági erőforrások, hiszen azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy bármilyen lépésünknek, akár a természeti erőforrások megőrzése, az egészség, a kultúra, a hagyományok, mindegyiknek biztos gazdasági alaponkon kell állnia. Ezen kívül a gazdasági erőforrásokhoz soroljuk az épített környezetet, ennek a megőrzése, az ezzel való gazdálkodás kérdése sem felesleges, és ide sorolandó az összes kutatásfejlesztés, innováció, ami egyrészt az új technológiák feltárását jelenti, másrészt pedig a régiek megőrzését. És mindennek a gazdasági alapját is meg kell teremteni, globális szinten, épp úgy, mint Magyarországon, vagy esetleg egy önkormányzatnál. Ahogy itt most beszélgettünk, és említette ezeket a komplex dolgot, akkor a humán szférára, vagy a humán pillére is ugyanez a komplexitás jellemző, tehát vizsgálják az egészséget, de mondjuk vizsgálnak más adatokat is? Igen, a humán területnek is vannak alterületei, ilyen például a demográfia. Már említettük, hogy milyen fontos, hogy megfelelő népesség. A demográfia is egy nagyon összetett probléma, hiszen a világ egy részén a túlnépesedés okoz problémát, Európában, Magyarországon az alacsony népesedés, tehát mindenkinek az adott helyen kell megtalálnia az ő problémára való orvoslást. Úgyhogy ez egy nagyon fontos terület. Érinti még a szegénység, esélyegyenlőség problémáját, és ez is szoros kapcsolatban van egyébként az egészséggel, az egészségmegőrzésnek is vannak egyenlőségi problémái, hiszen nem mindegy, hogy ezekből a társadalmi, kulturális, természeti javakból ki milyen arányban részesedik. Ennek az egyensúlynak a megteremtése is nagyon-nagyon fontos. És természetesen a legfőbb humán erőforrás az egészség. Ahogy ezt említett, egy kicsit nekem hasonlít ennek a működése a itt fehérvári multiszektoriális irányító bizottsághoz, mert ott is gyakorlatilag azért egy ilyen nagyon-nagyon széles körből vesznek részt szakemberek a munkában. Jól érzem én ezt? Igen, ez egy teljesen jó párhuzam, hiszen már eleve a vezetése, azt, hogy a fenntartható fejlődési tanácsot Kövér László, a házelnök vezeti, nálunk pedig nagy örömünkre Székesfehérvár polgármestere az, aki a multiszektoriális, vagyis a szektorok közötti együttműködést összehangoló bizottság élére állt. Ugyanúgy, ahogy az ország szakemberei ülnek abban a bizottságban, az itteni bizottságunkban pedig azok a szereplők, akik meghatározzák Székesfehérvár egészségének helyzetét. És ezt nem az egészségügyre kell érteni, ezt mindig nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy az egészségügy és az egészség az teljesen más fogalom. Azért az két külön fogalom, igen. Ezt mondjuk általában keverni szokták valóban az emberek egy része. Hogyha már az egészséget említettük ugye a Magyar Nyelvű Szövetségnek a munkáját, akkor azt is mondhatjuk, hogy akkor ön tulajdonképpen azért ebben a bizottságban, ebben a tanácsban az önkormányzati szintet is, vagy egy ilyen összekötő szintet is betölt. Igen, hiszen nagyon fontos az az alapelv is, hogy minden döntést a megfelelő szinten kell meghozni. Ez az úgynevezett, nagyon csúnyán hangzik, szubszidiaritás elve. Ez azt jelenti, hogy nem érdemes egy döntést feljebb tenni, amikor teljesen kompetens emberek tudnak az alacsonyabb szinteken dönteni. Tehát ugyanúgy, ahogy egyes nagy kérdésekben az Országgyűlés Bizottsága a mérvadó, egyes problémákat pedig városi szinten hozunk meg. Az önkormányzati szintet képviseljük mi egyébként ebben a tanácsban, akinek az ő elveiket, az ő döntéseiket tulajdonképpen végre kell hajtani.
ketten vagyunk ebben a tanácsban egyébként önkormányzati részről, mivel az egészséges városok amúgy is egy, mint ahogy a neve mondja, a nagyvárosok szövetségét képviseli. A másik ilyen szervezet pedig a Hegyvidék Budapest alpolgármestere Kovács Lajos, aki bent ül még a bizottságban, és az úgynevezett Klímabarát Önkormányzatok Szövetségének az elnöke. Tehát a mi feladatunk lesz az, hogy hogyan tudunk együttműködni ezzel a tanáccsal, és hogyan tudjuk azokat a döntéseket valóra váltani, és a gyakorlatban megvalósítani. Meg egy ilyen visszacsatolási lehetőség is akkor ez nyilván önöknek. Természetesen, hiszen a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának van egy úgynevezett keret stratégiája, ahol leírja a célokat, azt, hogy milyen elveket kell követni, mik a célok, azokat hogyan kell megvalósítani, és azt kinek. És az egészségre vonatkozóan ez teljesen egybevág az Egészséges Városok Szövetségének alapelveivel. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a kiindulási helyzet, hogy a megfelelő számú népesség minél jobb egészségi állapotban. Na most ezt hogyan érjük el? Először is indul az egész az állapot felmérésével. Ugyanúgy, ahogy Székesfehérváron, ezt már évek óta követjük, ezt a gyakorlatot. A problémák feltárása után lehet meghatározni a célokat. A célok teljesen egyértelműek, egészségtudatos magatartás kialakítása, az emberek döntésének a befolyásolása, az ő tájékoztatásuk arról, hogy mit tehetnek ők a saját egészségükről. A nem fertőző betegségek, tehát az úgynevezett civilizációs betegségek csökkentése. Ezek azok az alapelvek, amik mind a két szervezetnek a tulajdonképpen az alapelvét képezik, és az, hogy ezt milyen módon érhetjük el. Talán Székesfehérváron is látják, milyen fontos a prevenció, szűrővizsgálatokat szervezünk, felvilágosító oktatásokat gyermekeknek, felnőtteknek, biztosítjuk a sportolási lehetőségeket, például Székesfehérváron példaértékű a nyitott tornatermek. A káros szenvedélyekről való leszokás segítése fiataloknak, a drog problémával való küzdelem. Ezek mind olyanok, amik Székesfehérvár egészségfejlesztési tervén keresztül megvalósulnak, és pontosan ugyanezek az alapelvek találhatóak a keretstratégiában. Tehát én itt érzem azt a pontot, amikor ez a szint tud visszafelé tudással, gyakorlattal, jó gyakorlatok bemutatásával segíteni, és ezt az ország minden pontjára delegálni. Igen, hiszen a gyakorlati tapasztalatokat kvázi első kézből kaphatják meg, így az önkormányzatok részéről is mondhatjuk ezt talán így is. Így. Igen, igen. Én úgy érzem, hogy mi mindig egy kicsit ilyen gyakorlatiasabb szintet képviselünk, hogy a nagy elméleteket megalkotjuk, és ez hogyan valósítható meg. És én azt hiszem, hogy erre egy nagyon jó példa a Székesfehérvár és a többi egészséges város. A városnak az egészségfejlesztési terve is gyakorlatilag ez a nevek mentén készült el annak idején. 2011-ben készítettük, és most járt le. A következő közgyűlés elé fog bekerülni az egészségfejlesztési terv megújítása. Én remélem, hogy lesz erről lehetőségünk majd bővebben is beszélni, hiszen ez már magában egy sokkal nagyobb témakör. Igen, és gondolom, hogy akkor nyilván azóta komplexebb lett, meg hát lehet számítani egy ilyen másfajta szemlélet megjelenésére is, vagy összetettebb lesz majd, gondolom. Természetesen, hogy csak egy dolgot említsek, hogy a klímaváltozásról még nem beszéltünk, de egy városnak például rendkívül fontos az, hogy hogyan alkalmazkodik a klímaváltozáshoz. Nos, hát akkor erről tehát majd mindig új decemberben szempontok is felmerülnek. Ekkor erről majd decemberben, ha már itt volt szó, ugye az Egészséges Városok Szövetségéről, volt már szó az alapelvekről, de hogyan illeszkedik mindez a fenntartható fejlődés mondjuk a WHO mostani ciklusának az üzenetéhez? A WHO, kezdjük az elejétől. Az ENSZ 2015-ben a közgyűlésen elfogadott egy úgynevezett Agenda 2030, Agenda 2030 alapelvet. Ez pontosan a fenntartható fejlődésről szól.
ez 17 alapcélt és 169 alcélt tartalmaz, és ez jelenik meg a WHO legújabb ciklusának az alapelvei között is. Ezek elsősorban, ez rendkívül széles spektrumot takar, de elsősorban élelmezés egészségügyi, táplálkozási, egészséges víz, vízgazdálkodási feladatokat jelent, és hát ugye az esélyegyenlőség, azok, amik közös pontok ezzel a nagy halmazzal. Tehát akkor összességében ehhez is pontosan mondhatjuk azt, hogy szorosan illeszkedik. Teljesen szorosan illeszkedik, úgy, hogy ne felejtsük el a WHO abszolút alapelveit, és ami mellett az egészséges városoknak is működnie kell. Tehát ez azt jelenti, hogy multiszektorialitás, tehát hogy együtt kell működnünk. A különböző szektorok, szakterületek egymásra vannak utalva, hiszen egymás nélkül nem tudnak tenni az ilyen célok érdekében. A másik az esélyegyenlőség biztosítása, amiről ugye már beszéltünk, hogy az egészséget is, és minden más forrást az esélyegyenlőség keretében tudjunk elosztani. De ezen kívül említhetném még, ami nagyon-nagyon fontos, a döntéshozók elkötelezettsége a téma iránt. Nem mindegy, hogy akár globálisan, akár országosan, akár pedig egy városi, önkormányzati, döntési szinten milyen döntéseket hozunk meg, és ezt milyen céloknak rendeljük esetleg alá. Egyáltalán nem mindegy, hogy a fejlődés a fejlesztéseinknél figyelembe vesszük az egészség és a fenntartható fejlődés szempontjait, avagy nem. Én úgy érzem, hogy Székesfehérvár ebben nagyon-nagyon sokat lépett előre, de természetesen van még tennivaló, hiszen mind a WHO, mind az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége egy úgynevezett egészséghatás vizsgálatot szeretne minden területi döntésnél bevezetni, de most már ez lehet, hogy kiegészül majd a fenntartható fejlődés hatás vizsgálatával is. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtam meg hívásunkat, és hát a nézőinknek akkor megígérjük, hogy decemberben majd még folytatjuk ezzel a témával. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettünk róla. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket és az, hogy velünk tartottak. Legközelebb természetesen a holnapi napon is jelentkezünk majd esti bérleggel itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!